Az elmúlt 30 év legdurvább, legvadabb és legfontosabb választási kampánya kezdődik 2022-ben, jelentette ki a Makói televíziónak Lázár János. A fideszes országgyűlési képviselő szerint az is el fog dőlni, hogy a nemzeti oldal képes lesz-e megtartani a választók bizalmát vagy nem. De erre jelenleg nem lát 50%-nál nagyobb esélyt. A híradónknak nyilatkozó politológus szerint Lázár ezzel arra akarta felhívni a figyelmet, hogy a jobb oldal elkényelmesedett. Annak, hogy itt az elmúlt időszakban elköltöttünk... Lázár János már miniszterként sem fogta vissza magát, ha bírálatokról volt szó. Egy 2015-ös meghallgatáson például úgy kritizálta Farkas Flóriánt, hogy tőle néhány méterre ült. Akik a kisebbséget képviselik, és eljátszák a többség és a társadalom bizalmát, Pitiáner ügyek kapcsán, idézőjelbe téve, föláldozzák a nagy ügyet, azok óriási hibát követnek el. Nem a saját személyes karrierjük szempontjából, mert az megy a lecsóba, az irreleváns. Az ügy szempontjából óriási hibát követnek el. Kinek van jogosítványa? Mind a kettőnek. Akkor cseréljünk. Bár már semmilyen kormányzati tisztséget nem tölt be, Lázár János most is szeret hangot adni a véleményének. Ezért csinált is egy sorozatot a legnagyobb közösségi oldalon, amelyben különböző civileket viszel egy-egy körre egy ladával, és közben az ország ügyeiről beszélgetnek. Engem nem rendszeresen leparasztoznak, de hízelgésnek veszem. A Fidesz országgyűlési képviselője sok párttársával ellentétben a sajtóban is erős állításokat fogalmaz meg, ha úgy látja jónak. Legutóbb a Makó TV-nek adott interjújában beszélt nyíltan arról, milyen kihívások elé néz a Fidesz a jövőben. Szerintem ma már csak két párt van Magyarországon, a Fidesz és a nem Fidesz. 2022-ben pedig az elmúlt 30 év legdurvább és legfontosabb választási kampányára lehet számítani, ahol eldől, hogy a nemzeti oldal meg tudja-e tartani a szavazóit, de Lázár János szerint ennek az esélye 50-50. A politológus szerint Lázár János is csak arra akarta felhívni a figyelmet, hogy a jobb oldal egy kicsit elkényelmesedett, hiszen 2006 óta szinte minden választást megnyert. A 2022-es választásnak igenis komoly tétje lesz, és 2018-al ellentétben nem egy szétesett, fragmentált ellenzékre kell majd készülni, hanem egy egységesebb ellenzékre, tehát mindenképpen nagyobb harci kedvre és éles küzdelemre kell készülni a jobb oldalnak. Deák Dániel szerint ez egyébként pozitívan is hathat a jobb oldali szavazókra, akik így sokkal nagyobb arányban mehetnek majd el szavazni, mint például most, október 13-án.